A tavaly megkezdett munka ebben a szezonban megmutatkozik. Az edzések és a pozitív csapatszellem meghozta gyümölcsét. Elmondhatjuk, hála Isten, hogy azért most már három hétig vezettük a tabellát, illetve ezen a héten pedig mondhatjuk, hogy egyforma pontszámmal vezetjük most is a megye egyes tabellát. Én azt gondolom, hogy csináltak egy nagyon jó felkészülést az edzővel, a fiúk, illetve most már azért egy jó ideje együtt van a csapat, összeszoktak, mindenki becsülettel csinálja a dolgát, úgyhogy megjöttek az eredmények is. Mert mind az edzővel, illetve a csapat tagok egymással, illetve az edzővel, illetve mondhatom, hogy akár a vezetőséggel összhangba dolgozik folyamatosan, és hát igen, az eredményhez idő kell, ami szerencsére most beérett, és a fiúk szeretnék tartani is ezt a helyezést. A kitűzött cél a dobogós hely elérése a megyei bajnokságban. Mindenféleképpen az elejétől fogva mi megfogalmaztuk közösen az, hogy figyelembe véve a keretet, a minőségileg, illetve a befektetett munkát, az elején nyáron is úgy fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk a legvégén a dobogós hely valamelyikét elcsípni. Az ifjúsági csapatnál a nyáron egy generációváltás történt. Mint mondtam, nyáron is, hogy nagyon fiatal csapat, úgyhogy nekik még várat rájuk az, hogy összeszokjanak csapattá. Illetve az is változás, hogy új edző van, ugye most a Varga Balázs személyében, és azt gondolom, hogy ott is ki kell várni azt az időt, amíg összecsiszolódnak mind az edzővel, mind egymással a gyerekek. De dolgoznak és rajta vannak, úgyhogy hát bízunk benne, hogy ott is egy szép eredményt el tudnak érni szezon végére. Most menjünk tovább, ugye U16, U14, őnek mi a helyzet? Nagyon ügyesek ott is. Az U13-14-nél ugye a Páli Norbi lett az idén az edző, aki egy új személy az egyesületünkben, és nagyon hamar jó kapcsolatot tudott kialakítani a gyerekekkel, szülőkkel, becsülettel dolgoznak a gyerekek, minőségileg mondhatom, most jelenleg a bajnokságban második helyen állnak. A 16-osok pedig szintén egy kis változtatással új edző irányítja őket a Buna Gábor személyébe. Hát azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt a Gáborra bízni ezt a korosztályt, mert nagyon jól összhangba tudnak dolgozni a nagyobb gyerekekkel is, és jelenleg harmadik helyen vannak ők a bajnokságban, és ott is mindegyik korosztálynál a cél a dobogos hely, minél magasabb foka, úgyhogy szurkolunk nekik, hogy sikerüljön. A kisebb korosztálynál, ha lejjebb megyünk, akkor az U11-esek következnek, hát rengeteg programjuk van, ez ugye most a fociban egy kiemelt korosztálynak számít. Leginkább azért, mert hogy aki komolyabb célokat fogalmaz meg, ez az időszak, amikor esélye van arra, hogy esetleg magasabb szintű egyesületekhez tudjon igazolni, úgyhogy ez így kiemelt figyelmet kap. Ezért is rengeteg programot szerveztünk nekik, méghozzá ugye megy nekik a Bozsik torna, ami úgymond kötelező programjuk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Marcelli Egyesület rendszeresen kettő csapatot tud kiállítani, tehát közel olyan 22-24 gyerekkel indulnak neki ezeknek a tornáknak. Ennek a tornának a harmadik alkalom volt a tegnapi napon, és még van nekik vissza kettő, de emellett ők elkezdtek már egy futsal bajnokságot, ahol már két forduló lement, a harmadik forduló az október 30-án lesz a Marcali Városi Csarnokban, illetve a téli futsalbajnokságra is beneveztük őket, ami egy külön sorsolás, egy külön program, külön helyszín, arról még nincs részletes információnk. Illetve ennél a korosztálynál még meg lehet azt említeni, hogy vannak olyan gyerekek, akiket kiemeltek, méghozzá itt volt a Gyenesdriási Tehetséggondozó Központ, ami mi az Illés Akadémiával együttműködve működik, és az ottani edző csinált egy válogatást az egyik edzésen, és azok a gyerekek külön járnak még pluszba oda. Tehát azt gondolom, hogy bőven van programjuk a gyerekeknek.
és a 7-es-9-es korosztály pedig a fesztivál programmal működik. Ő nekik is már két forduló lezajlott, és a harmadik az 30-ával lesz. Tehát összegezve, jó csapatmunka jellemzi a marcali labdarúgó műhelyben folyó munkát. Ennek záloga a csapatok edzéseinek koordinálása mellett a szülőkkel és a szurkolókkal kialakított remek kapcsolat. Nagyon-nagyon örömmel tölt el minket, hogy a szülők bármelyik korosztályt mondom, maximálisan támogatják mind a gyereküket, mind a csapatot, ha úgy beszélünk, és mind az edzőket, az egyesületet. Tehát én azt gondolom, hogy akkor működik valami jól, illetve minőségi munkát akkor lehet végezni, hogyha a szereplők ugye együtt tudnak működni. És mi nagyon büszkék vagyunk erre, hogy nekünk a szülők ilyen maximális támogatottsággal vannak felénk. Nem lesz foci nélkül a késő őszi és a téli szezon sem. A mérkőzéseken buzdíthatják a marcali csapatokat a szurkolók.